Az építők utcai kereskedelmi és szolgáltatóipari szakközépiskola folyamatosan új projekteket nyújt be és nyert támogatást arra, hogy diákjai külföldre utazhassanak és szakmai tapasztalatot szerezzenek a szakterületeiken. Ezúttal a franciákkal való kapcsolatfelvételről volt szó. A franciaországi partneriskolánk diákjait és tanárait, akik 4 hetet töltenek majd Komáromban, iskolánkban fogadtuk. A francia diákok pék, szakács és kozmetikus szakon tanulnak. Szakmai ismereteiket az Európa Hotel éttermében és a bot pékségben fejlesztik. A kozmetikusok pedig szépségszalonunkban gyakorolnak. Az iskola tanárai és diákjai szerettek volna a franciáknak valami olyasmit mutatni, ami tipikusan helyi specialitás. Ez pedig a rétes volt. Dopredu som pripravila cesto, aby odstálo, lebo štrúdla sa, takáto domáca ťahaná štrúdla sa nedá ťahať, keď nestojí 30 minút. Nakoniec, keď dorazili dievčatá... A tésztát előre elkészítettem, mert a házilag nyújtott rétes nem sikerülhet, ha a tésztát nem hagyjuk 30 percig állni. Amikor megérkeztek a lányok, ők is tésztát gyúrtak, mert több rétes készült, több töltelékkel. A lányok párban az asztalnál az utasításaim szerint nyújtották a tésztát, majd szépen megtöltötték a réteseket. Először mákos töltelék volt cseresznyével. Ez a töltelék azért volt érdekes a franciák számára, mert ők egyáltalán nem használnak mákot az ételükben, csak díszítésként, amit a tésztára szórnak. Számukra is ez újdonság volt. A franciák ismerik a réteseket, de nem készítik, nem is esznek rétes tésztát. Ez valami újdonság volt számukra, valami érdekes. Tetszett nekik a rétes. Én Izsáról származom, és ott tejföllel kenjük meg a rétes tetejét, és akkor a rétes puhább, ízletesebb, egy kicsit szépen megbarnul, és nem repedezik. Vrch potierame s kislou smotanou, a vtedy je strudla vláčnejšia, chutnejšia, a trošku krásný snědně. A nie je taká praskavá. A juhtúros galuska is nagyon népszerű volt a franciák körében. My sme sa rozhodli, že si vybereme niečo tradičné, niečo slovenské, takže sme sa rozhodli... Úgy döntöttünk, hogy valami hagyományosat, valami szlovák ételt választunk, így végül a juhtúros galuska mellett döntöttünk. Az ételt a saját receptünk alapján készítettük el. Hozzáadtunk valamit, ami nem annyira hagyományos. A franciaországi tanulókkal egy szimultán főzést végeztünk. Nagyon jól sikerült. Az étel nagyon ízlett nekik, és megették az egészet. Szerintem nagyon jó volt ez a találkozás, és fantasztikus volt az együttműködés a diákjainkkal. A tá spolupráca s tými našimi žiakmi bola fantastická. A lendő kozmetikusok egymástól is tanultak. A mi lányaink a franciáktól, a franciák pedig a mi lányainktól. Máme tu žiačky z Francúzska, teda na 3 týždne, ktoré tu vykonávajú vlastne tú praktickú časť spolu aj s našimi žiačkami. A Franciaországból érkezett tanulók 3 hétig lesznek nálunk. A tanítás gyakorlati részét a mi lányinkkal együtt végzik. Amikor valami újat tanítok nekik, nagyon figyelmesek. A franciaországi és az itteni képzésben van némi különbség. Ott inkább a különböző masszázs technikákról koncentrálnak, mi inkább a bőrápolásra és a sminkelésre. Franciaországban főleg a természethű sminkelés a trendi. Mi megtanítottuk nekik, hogyan kell parafinpakolást tenni az arcra és a kézre, amit ők még nem tanultak. Megmutattuk nekik, hogyan kell használni a különböző gépeket, és ők is tanítottak minket. Különböző maszkokat, pakolásokat hoztak, és megmutatták, hogyan kell összeállítani és alkalmazni az arcra és a kézre. Próbálunk angolul kommunikálni, hogy a tanulók is fejleszték az angol nyelvtudásukat. Nagyon jó az együttműködésünk. Jövőre Franciaországba megyünk, és remélem, hogy sikerülni aj žiačky naše sa veľmi snažia a samozrejme sa aj naučia ten jazyk tým, že komunikujú. Takže naozaj je dobrá tá spolupráca s nimi a potom budúci rok sa my chystáme von. Takže dúfam, že sa nám to podarí.